Na, sziasztok! Üdvözletem innen, Szabadságtelep és Sömör között, valahol a vágányokról. Jelenleg most éppen a dezíró vadászaton vagyok, ismét, már második napja, tegnap is voltam. Akkor igen, egyébként itt van Zoli is, előtte mit sétál. De gyakorlatilag már tegnap is itt a Cinkota meg ez egy Csömör között, itt a nyílt vonalon lőttem a dezírókat. De most akkor megkörülöm innen is, elkapni. Meg majd a kavisbányai szakaszon még utaznom is kell vele, mert az kimaradt, az most se sikerült. Az az egy nem sikerült. Megpróbálunk mind a ketten holnap. Megpróbálunk mind a ketten holnapi napot. Hát majd valahogy megoldja. Előbb-utóbb lehet azon még messze, mert azért szerencsét 5 hónapig itt lesztek még. Talatt a vágány zárat, hogy előbb-utóbb meg lesz az is. Most sikerült egyébként az M0-ásnak a másik hígyánál is meglőni. Úgyhogy reméljük, hogy itt is lesz egy siker mindjárt, hát előbb-utóbb jön vissza. Ilyenkor most úgy működik, hogy két dezíró ingázik folyamatosan Cinkota meg Csömör között. Az egyik az most ment el Cinkotára, és majd, hogyha az visszajön, akkor jön ki a másik. Ugye Árpádföldnél már is van a kitérő vágány, tehát nem is tudnának keresztezni. Úgyhogy így járnak felváltva. És ilyenkor délután már az összes zöld vonatra szükség van a gödöllői főágon. Emiatt itt már csak dezíró jár. Délelőtt még vegyesen, de akkor még lehet a dezíróval együtt fotózni a hagyományos zöldeket is. Az M10-eseket. És közben megérkeztünk ide a felüljáróhoz. És mindjárt betelik a memóriakártya a kamerán, úgyhogy most kikapcsolom, mert le kell törölnem egy-két dolgot. Közben kiérkeztünk ide a híthoz. Csak még egy kis érdekesség, hogy a legelső eset, amikor dezíró motorvonat hívsineken ment, az 2008 környékén volt, mikor az északi összekötő így le volt zárva, és akkor Esztergom felől bejöttek a Margit hídig. A Margit híd felszíni végállomásai bejöttek a dezírók a hívvágányokon, megállva a megállókba. És meg tavaly volt egy két hétig, vagy egy hétig Rászkevején is egy-egy Ford a dezíróval kiadva. És egyébként innen már Csömör sincs messze. Az egy citáról, ezek szoktak lenni, ez a WEB rendszám. De itt van a fényképezőm is. Be is van állítva. Még messze van. Hát nem, én már ISO 400-ban vagyok. És akkor ezt nézzétek, egy kis csömöri érdekesség, itt van az idéglenes peron. Volt egy időszak, amikor csak eddig jártak a vonatok, mert ott a hidat, amit majd meg fogok mutatni, hogy arra jártunk, azt elvitte egy valami, azt hiszem török vagy bolgár kamionos, és akkor a helyreállításig nem tudott a hév ott tovább menni, és itt volt, és itt fordult meg. Ugye simán egy ilyen csonkavágányba végződött. Ez egyébként igen, ennyi látszik belőle. Hát, igen. Egyébként talán még az se lenne egy olyan nagy hülyeség, hogy ezt a megállót újra aktivizálni. Bár igazából annyira közel van a végállomás, de hát most végül is... Igen, még a végállomás annyira közel van. Itt van, tényleg, hát az ott már a váltókörzet, ott az ív után. Igen. Gyakorlatilag itt ezen az átjárón átmegyünk, ott van az a régi híd, és annyi. De... Mondom, csak ilyen idegenes, és körülbelül eddig még ott az egyik kandelláber is megvan, ami ott lehet, hogy azt is akkor tették ide. Hát ezt a világítóst. Hát az egyik ilyen villanypózna itt megvan, ami a peron világításra volt akkor, és az is lehet, hogy működik. Itt lehessen tudni. És itt mennyi ez az utolsó átjáró. Hát ennyi, most ezen az átjáron átmegyünk, és akkor ott az ív után, mert ott a végállomás. Nézzétek meg, ez volt az a híd, amit elvitt a kamionos. Egyszerűen emiatt volt a 95-90-ben, de egy becskiadásnak van videója róla, majd a linket is megpróbálom kitenni. Amikor itt ezt a... És ki volt vezeti csavarodva a híd, meg itt a vágányok így össze-vissza. Emiatt volt az, hogy sokáig csak odaig a fénysodonkul. És átjáró előtt megálltak a hívek. Eddig nem tudtak bejönni, és hát ez
Hát kellett legalább egy fél év, mire ezt helyre állították. Akkor. És még az a másik érdekesség, hogy ott épült egy peron, ott hátul, ahol most a Desiro áll. Ja. Akkor itt vagyunk az állomáson. És majd a másik ide fog jönni mellé. Tehát itt majd az együttállás megvárjuk. Hát itt maga Csömör az ugyanúgy egy háromvágányos állomás. Viszont ez az első vágány, érdekes, hogy itt még peron is van, és ez valamiért ki van zárva a forgalomból. Valószínűleg oka van annak, hogy építettek egy új peront, és nem ezt aktivizálták újra. Valószínűleg nagyon rossz állapotban lehet itt a vágány, hogyha a Desirót se tudják ráengedni. Hát de mondjuk igen, tehát ide egy ránézve erre a vágányra, mondjuk meg is tudom érteni. Bár mondjuk fúrosdás, de az egy dolog, mert attól még lehet jó, de azért... Hát meg szerintem, mivel ilyen le van moska kövezve az egész, nem is lett volna egy egyszerű helyre pofozni. Mert ki kellett volna végig szedni a maskaköveket, hogy az alépítményt is rendbe tudják tenni. De hát valószínűleg ez már okkal van kizárva a forgalomból. Na, hát meglátjuk. És egyébként itt van a 31-es, de ez egyébként a legutolsó, hogyha jól tudom. A számozásban, tehát azt hiszem, összesen 31 Desirónk van. És akkor ez már biztos, hogy Desirós egyébként, ezt már a görögöktől vették. Sziasztok! Akkor közben megérkeztünk Csömörre, mert itt van mögöttem a Desiro, ezzel fogok visszamenni. Gyakorlatilag a másik az kiment, így gyakorlatilag itt 2 percet áll, megérkezik Cinkotáról az egyik vonat, és utána kb. 2 perc után megy ki a másik. Tehát itt... Igen, az, hogy 2 perc. Együttállás volt hozni, 2 perc, 2 percük volt. Igen, úgyhogy valószínűleg. De ennyi. Úgyhogy kénytelenek voltunk most megvárni ezt. 2 Desiro ingázik oda-vissza. Igen. Úgyhogy megyünk ezzel. De hát ez hamarosan indul vissza. Hát, amint bejön a másik, igen. Hát igen, most aztán volna, hát, de most volt idők lefotózni mindegy irányból, meg az állomást is. Hát sem olyan itt az állomás környékén nem változott semmi. Igen, semmi különös. Annyi, hogy az első vágányt lezárták, mert annyira rossz állapotban van. Hát az nem tudom, azt most zárták le, vagy már korábban is le volt, de most így nem emlékszem. Lehet, hogy korábban is nem emlékszem. Nem, mert tavaly voltam itt, majd megnézem az akkori képeimet, hogy rajta van-e. De mondjuk szerintem okkal zárták le, mutattam már ezt a vágányt, nézzétek meg. De esetre én... Szerintem egyszerűbb volt egy pedont építeni oda a harmadik vágányhoz, mint ezt rendbe tenni, mert föl kéne volna szedni a maskaköveket, hogy az alépítményhez hozzányúljanak, mert valószínűleg az volt a problémásabb. És akkor inkább oda megépítettek egy ilyen keskeny pedont. De amúgy is 10-zel járott az a vágány a váltók miatt, úgyhogy nem okoz különösebb problémát, hogy ennyire vékony a pedon. És egyébként tettek ki menetrendet is. Igen, a menetrendet itt van. Bár a csömörkedepes az eléggé nagy össze-vissza írták ki, tehát nehéz ezen eligazodni, de... Igen, az biztos, hogy 12:45-kor indul az utolsó vonat, ami elmegy Kedepesig. Itt van. Az, igen. Ez az. És ennyi. Tehát utána már nincs több, ami Csömörrel indul Kedepesre. Ja, aztán még óra 45, de egyébként... Minden óra 45-kor megy, ahogy látom. És 8:52-kor megy az első, ha jól látom. Igen, 8:52. Ja, 8:52-kor megy az első. És ahogy látom... Hát nem, van 7:52, azt hiszem. Csömörkedepes? Nem, 8:52, igen. Az első az 8:52-kor megy, és aztán mindig óra 45-kor megy egy. Igen. Nagyon már. Úgyhogy ennyi. Na hát lassan besötétedik és lemegy a nap, úgyhogy fotózni már nagyon lehet, csak videózni.
itt ennyi történt a forgalmi radánál, de szerintem, hogy egy pénztárt bezártettek ide egy automatát, és ennyi. De egyébként forgalmi szolgálat van Csömörön. Ja, még az is kim van? Igen, a vágányzári infó. Itt van ugye Asszolt és Pécel között minden kizárva. A teljes kizárás, és az Intercity-ket 60-ig pótolják a keleti törbusszal, egyébként meg kétszer át kell szállni. Na, hát én szerintem ez a, videó ennyi is. Hát lassan nekem is, mert mindjárt lemerül az aksim. Ez akkor ezért mechanikus jegyugasztó a Desiron. Akkor nézzük egy utastérit. Tudom, hogy a WC a szokás szerint itt le van zárva, mert a lakabak úgy nem ne lógjak bele a videóba, de hogy igen, a WC-vel nem foglalkoztak, az le van zárva, hát igazából ilyen rövid távon nem kell, meg hát nincs hol szippantani, valószínűleg cinkot nem tudják megoldani. És tényleg is felpakolták ezek a mechanikus jegyugasztókat.